A 48-as forradalom ünnepe a legkisebbek számára is felemelő. A nemzeti dal ismert csodait a kicsik olyan átéléssel tudják mondani, hogy arra még a márciusi ifjak is büszkén csettintenének. Bátaszéken minden esztendőben a gyerekek részeseivé válnak az ünnepi műsornak, nem csak annak színesítése érdekében, hanem nevelő szándékkal is. Igazából megpróbáltuk a harmadik osztályosok szintjére a műsort érthetővé és élhetőbbé tenni. Énekeket tanítottunk nekik, táncoltunk velük, valamint a magyar órák során olyan szövegeket és ismeretanyagokat dolgoztunk fel, ami segített nekik abban, hogy közelebb kerüljenek ehhez az ünnephez. Náluk még nem olyan mélyen érinti az ismeretüket a március 15-e, ezért játékosan, különböző internetes felületeken, ilyen digitális formában próbáltuk őket közelebb hozni. És amikor elkezdtük a próbákat, akkor már mindenki egy kicsit magáénak érezte a szerepét és a hangulatát ennek az ünnepnek. Egy-egy ilyen fellépés arra is jó, hogy a gyerekek átéljék az adott ünnep fontosságát a maguk szintjén. Ami pedagógiai szempontból azért fontos, mert az így megszerzett tudás mélyebben beépül. A nemzeti dalt a Petőfi Sándorunk tanulta meg, de minden fiú most már tudja, és skandálják az indulókat. Az iskolában a szünetekben is játszottak katonásat, szerepjátékokat, úgyhogy azt vesszük észre, hogy átélik ők most ezt a katonaságot és ezt a forradalmárosdit. Már éveleje óta tudjuk, hogy a március 15-i műsor az a mi osztályunké lesz. Folyamatosan próbáltuk őket terelni arra, hogy ez majd el fog jönni, és nekik színpadra kell állni. Körülbelül egy hónapja próbáljuk a műsorunkat, és most már az utolsó hét az nagyon gördülékenyen ment, itt a művelődési házban otthonosan érezték magukat. Nyilván van bennük egy kis izgalom, de úgy látom, hogy alig várják, hogy megmutathassák, hogy mit tanultak ez az egy hónap alatt. Aki magyar, aki vitéz, az ellenséggel szembenéz. Mindjárt vitéz, mint egy magyar ős, az Isten egyet akar. Véres a föld a lábam alatt, lelőtték a pajtásomat. És persze volt egy kis rivalizálás, meg féltékenység arra, aki a nagyobb szöveget, meg szerepet kapta. De ez egy színi előadás szereplői között, még ha csak alig 11-12 évesek is, egészen természetes. Mindenesetre látva, ami a színpadon történt, valószínűsíthető, hogy ezek a gyerekek igazán szívből viselték mellükön a kokárdát.